Felvonulás 23-szor tartottak szüreti napot Dunakömlődön, avatás elkészült a négy ökrös szekér szobor kompozíció Uszdon, érettségi 55. évfordulót ünnepelt a Vakbottyán gimnázium két osztálya. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szüreti nap Dunakömlődön Szabó Péter polgármester köszöntőjét követően elindult a hagyományos szüreti felvonulás. Szombaton lovasok, fogatosok és hagyományőrző táncosok, énekesek és még fűnyíró traktorosok is részt vettek az ünnepi menetelésben. A 23. Dunakömlődi szüreti nap folyamán sztárfellépők is koncertet adtak, a szervezők pedig kihirdették a szürethez kapcsolódó Ősz ízei a tányéron, üvegben című pályázat eredményét. Rajtra kész a sor eleje, lovakkal, fogatokkal telt meg szombaton a dunakömlődi faluház környezete. A szeptember 18-ai szüreti napon voltak, akik kis traktorral vagy fűnyíróval is részt vettek az ünnepi felvonulásban. A csoport legextrémebb tagja Tóth Lajos volt, aki 5 lovával haladt végig Dunakömlődön. Bal első császár, a középső báró, a jobb első démon, bal hátsó tangó, a jobb hátsó szultán. Mióta foglalkozol velük, és milyen törődést igényel az ötös csoport? Ugye folyamatos jártatás, hát három-négy éve vannak ezek együtt, ez a pusztaötös. Járkálunk az ország különböző pontjaira bemutatót csinálni, be vannak tanítva a csikós hátasnak. A szüreti napot már több mint 2 évtizede rendezik meg Dunakömlődön. 1997 óta van Dunakömlődön újra szüreti nap. Egy év kimaradt, ugye tavaly év pandémiás helyzet volt, és most a 23. szüreti napot szervezték meg a dunakömlődiek nagy összefogással, meg már hagyományai vannak, a falu díszítése, a fogatoknak a fogadása, a faluházvezető és kis lelkes dunakömlődi csapat, akik még kiteszik a saját munkájukat. A felvonulást megelőzően Szabó Péter Paks polgármestere köszöntötte az ünneplőket. Én kívánom mindenkinek, hogy érezze nagyon jól magát ezen a szüreti napon. Remélem a termés jó volt. Hallottam jót és rosszat is, hogy milyen az idei szőlő, és kívánom a boros gazdáknak, hogy ebből a termésből, ebből a szőlőből minél finomabb borok szülessenek. A bíró botjára a köszöntőt követően idén is felkerült a díszszalag, ezt idén is Hrivik Lászlóné varta. Ez volt a 23. szalag, hát még annak idején, mikor a Bodó Katalin volt a faluház vezetője, azzal nagyon sok közös programot szerveztünk, így a kulturális programot a faluházba, meg a falunak, és akkor nekem volt egy ötletem, hogy mondom, te Katén, úgy emlékszek rá vissza, hogy Dunakömlődönnek van egy kisbíró, és kisbírónak mindig van egy bot. És a Fejl József afarogó, akkor még itt lakott Dunakömlődön a faluba, és ahhoz az ott fölkerestük a Bodó Katalinnal, és ő faragta ezt a botot, és a 1997-ben kötöttem fel az első szallagot, és a piros-fehér-zöld nemzeti színű szallaggal van a hátulja kibérelve. A szüreti napok egyik fénypontja az Ősz ízei az üvegben, valamint a tányéron című pályázat volt, lekvárokkal és süteményekkel lehetett nevezni a legjobb lekvárt Gacsáy Erzsébet, míg a legjobb süteményt Hergerné Fritz Barbara készítette. 18 darab lekvár érkezett be, és nem túlzok, jó fél órán keresztül ízlelgették, variálták, nagyon nehéz döntés volt, fej-fej mellett voltak, mindenféle név nélkül mondván csak a magákat, a lekvárokat, több füge volt például, akkor narancsos füge, citromos füge, málna lekvár, csipkebogyó lekvár, tehát tényleg próbálták az ősz ízeit, de nem csak a lekvár üzegekben, hanem a tányéron is szerepeltek az ősz ízei, azokat értékelte a zsűri, aki szőlővel, szilvával, répával, tehát tényleg az ősz ízeivel kombináltak. Itt 6 darab sütemény érkezett be, látványnak is gyönyörűek voltak. A szüreti felvonulók a buszfordulót követően visszaérkeztek a faluházhoz, a program zárásaként estig sztárfellépők koncerteztek Dunakömlődön. Karbantartási szünet lesz a Paksi Városi Múzeumban szeptember 27-e és október 5-e között. A karbantartási és festési munkálatok ideje alatt a múzeumi kiállítások nem látogathatók. Az intézmény zárva lesz a közönség előtt. Kérik a látogatók türelmét és megértését, és várnak vissza mindenkit október 6-ától.
Felavatták a négyökrös szekér szobor kompozíciót Uzdon szeptember 19-én, a Petőfi Sándor emlékét idéző fából faragott szobrot közadakozásból állították az ifjúsági szálló udvarán az uzdi öreg diákok. Egyúttal megemlékeztek a közelmúltban elhunyt néptanítóról, Renkecz Józsefről. Az ünnepi eseményen jelen volt Süli János miniszter, a térség országgyűlési képviselője is. Már felavatása előtt játszottak a gyerekek a négyökrös szekérszobor kompozíción Uzdon szeptember 19-én. A szekér felállításának ötlete Kászpári Károlyé volt, aki az uzdi öreg diákok baráti társaságának tagja, Renkecz József néptanító egykori tanítványa. Minden találkozáskor felmerült bennem egy hiányérzet, ugyanis Józsi bácsi a magyar költészet nagy tisztelője volt, egy rendkívül tehetséggel megáldott igazgató volt, néptanító volt. Ő mindig azt mondta, hogy ez a hely, ez egy szakrális hely. Petőfi Sándor 1845-ben itt járt látogatóban, négyökrös szekérrel ment Sas Istvánhoz Borjádra, barátja testvérével, Erzsikével. Ez az élmény ihlette Petőfi legszebb szerelmes versét. A költő tiszteletére Renkecz József 1993-ban kifaragtatta a négyökrös szekér szobrát, amely az ifjúsági szálló építésekor megsemmisült. Közadakozásból a kistormási Horváth István faragta újra a szekeret, amelynek első útja Renkecz József szekszárdi lakása felé vezetett. Elmentünk a Józsi bácsihoz, és az erkély alatt az autó trélerrel felraktuk a négy ökröt, kolompokat raktunk rá, és a Józsi bácsi kijött az erkélyre, és a szíve repesett, hogy újra kifaragtuk a négy ökrös szekeret. Katonéni felesége elmondása szerint egy hétig erről beszélt csak, és hogy a kolomp szólt nekem. Az egykori néptanító a közelmúltban elhunyt. Az avató ünnepségen róla is megemlékeztek a szervező öreg diákok, köztük Sátor Géza, Sárszentlőrinc polgármestere is. Mi nem elköszönni, hanem megköszönni jöttünk, hogy a tanítványaid lehettünk. És itt vagyunk, a tanítványaid, nagyon sokan, akiknek számolatlanul osztottad kincseidet, akiket nem csak irodalomra, történelemre, biológiára tanítottál, hanem örök útra valót kaptunk. Mi szerencsések. Emberségből, sziklaszirált erkölcsi tartásból, örökkiható élményekből. A megemlékező beszédek, imádság és vers után Renkecz József egykori diákjai, tisztelői virágot vittek a néptanító ifjúsági szálló parkjában felállított emléktáblájához. Süli János miniszter, a választókörzet parlamenti képviselője is köszöntötte a megjelenteket és üdvözölte a kezdeményezést. Úsz különleges hely, ez látszik az itt kovácsolódott közösségből, az elszánásból, a kitartásból, ami ennek a közösségnek a tagjait jellemzi, és aminek azt a alkalmat is köszönhetjük, amiért most összejöttünk. Mi, akik ismerjük Úsz és a hajdani úszdi iskola történetét, megtartó erejét, kicsit irigykedünk is. Irigykedünk, mert látjuk, hogy itt olyan alapokat építettek, olyan értékrendet teremtettek, ami egész életen át zsinórmértéket jelent. Az ünnepi programot és az ebédet követően a Kajsza Kvartett, a Tengelici Citera Zenekar és a Medinai Tambura Zenekar szórakoztatta a jelenlevőket, akik baráti beszélgetések során elevenítették fel élményeiket a délután folyamán. Még október 10-éig fogadják amatőr lemezszerződéssel nem rendelkező zenekarok jelentkezését a 24. Paksi Országos Amatőr Poprock Jazz Fesztiválra, amelyet Öröm a Zene címmel rendeznek november 6-án a Csengei Dénes Kulturális Központban. A fesztivál egyrészt színvonalas zenei programot biztosít a paksi és környékbeli fiataloknak, másrészt lehetőséget ad tehetséges amatőr zenekaroknak a nagy közönség, illetve az értő, kritikus bírálók előtti megmérettetésre. A szervezők szerint a Paksi Fesztivál évenkénti megrendezésével egy népszerű, a szakma szemszögéből fajsúlyos hagyományt teremtettek. A jelentkezés módjának részletei megtalálhatók a paksi-poprockjazz.hu honlapon. Az érettségi vizsga 55. évfordulóját ünnepelte a Vakbottyán gimnázium két osztálya. Az öreg diákok ezúttal szombaton a Fabró pincében találkoztak. A vizsga előtti izgalmakra az egykori osztálytársak úgy emlékeznek, mintha csak tegnap lett volna.
A jubileum évfordulóján Paks polgármestere is részt vett, Szabó Péter várostörténeti előadást tartotta két osztálynak. Nagyon kevés az ilyen osztály, évfolyam, amelyik így még találkozik. Paks polgármestere köszöntötte a Vakbottyán gimnázium két osztályát. Az egykori diákok 55 éve érettségiztek. Számukra szombaton Szabó Péter egy rendhagyó történelem órát tartott. A két osztály nevében Polgár Zoltán úr megkeresett azzal a kéréssel, hogy röviden foglaljam össze nekik az előttünk álló, Paks város előtt álló feladatokat itt az atomerőmű bővítés kapcsán, illetve egy kicsit azért a múltat is meg szeretném idézni, bár igen nehéz nekem 47 évesen egy jó 25 évvel idősebbek számára a múlt idézés, megpróbálom. A találkozó végig nosztalgikus hangulatban telt, az egykori két osztályból 28 osztálytárs vett részt a programon. Az A-ból is és a B-osztályból is 14 osztálytárs jelentkezett. A több, aki itt is van, a többi is reagálta az értesítésünkre. Sajnos tragédiák is fölmerültek. Ebbe a korban már ezzel számolni kell. Úgyhogy van, akinek a párját vesztették, van, aki kórházban van, úgyhogy... Én nagyon-nagyon meg vagyok elégedve a létszámmal. Az érettségi vizsga előtti izgalmakra az egykori osztálytársak úgy emlékeznek, mintha csak tegnap lett volna. Ugyanilyen fontos emlékek voltak a régi diák csínyek is. Legemlékezetesebb, mikor az egyik tanárunknak az volt a szokása, hogyha valaki nem jó viselkedett, akkor odadobta a kulcsomóját, és akkor hát egy illető, nem mondok nevet, nem érdekes, visszadobta neki. Úgyhogy ez volt az egyik. A másik meg menzán jó, nagyon jó kaját kaptunk, hát egy nagy jövőkedők, kicsit, hogy mondjam, kivételesek voltunk, és beszoktunk menni, megköszönni a szakácsnének a kaját, és meglátta az egyik tanárunk és osztályfőnökét adott azért, mert erkölcstelenül viselkedünk. A szombati osztálytalálkozón közös kép is készült. Az Aparhant 3-2-es legyőzésével megszerezte első győzelmét a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban az atomerőmű ESE csapata. A piros-kékek góljait Glósz Gergely és Nyúl Péter szerezte, utóbbi kétszer is eredményes volt. A 2020-21-es szezonban is első helyen végzett az atomerőmű ESE felnőtt labdarúgó csapata a megye 3-ban. A nyáron a játékosok és a klubvezetés részéről fogalmazódott meg a gondolat, magasabb osztályban is kipróbálna magát a korábban az NB2-ben is szereplő piros-kék klub. Az idén tehát már a megye 2-ben kezdte a gárda két vereséggel. Az Orosz József irányította gárda előbb Faddon, majd Mórágyon kapott ki. A hétvégén az Aparhant látogatott Paksra, a vendég két döntetlennel és egy vereséggel kezdte a szezont. A mérkőzésen az első félidő 35. percéig az ASE dominált, Glósz Gergely számtalan gólhelyzete közül csak egyet értékesített a 13. percben. Az első félidő hajrájában egyenlítetett volna a látogató, de nem tette, így a szünetben 1-0 volt az állás. A térfélcsere után ismét Glósz növelhette volna a paksi előnyt, de kihagyta helyzetét, a 62. percben viszont egyenlített az Aparhant. Boros Gyula gólja után 4 perccel a csereként beállt Nyúl Péter fejese talált utat a vendégkapuba, ismét az ASE vezetett, de a 70. percben ismét egalizált a látogató, Máté Balázs játékos edző gyönyörű mozdulattal juttatta a labdát a paksi kapuba. A hajrára így kikimérkőzés kerekedett, mindkét gárda a győzelemért támadott. A rendes játékidő végén Krizák Milán óvta meg a paksi kaput a góltól, a túloldalon a hosszabbításban Nyúl Péter lépett ki a védők közül, és találatával megnyerte a meccset a piros-kék gárda. A végeredmény atomerőmű ESE, Aparhant 3-2. Sikerével az ASE ellépett a megye 2 utolsó helyéről, 3 játéknap után a 11 csapatos csoport 9. helyén áll. Nagyon küzdelmes mérkőzés volt, ezt elmondhatom. Szerintem egytől egyig mindenki kitette szívét, lelkét. Ez azért már kell is, mert azért mégis egy osztálya feljebb vagyunk, tehát itt ez már kell. Hát az elején azért eldöntettük volna hamarabb is a mérkőzést, tehát jó kis meccs kerekedett ki ebből, de azt érzem, hogy lehetett volna kicsit könnyebb győzelem is, de
ez legalább jobban esik, jobban ízlik. Először is azt mondtam, hogy alakuljon ki egy jó keret, mi sokan vagyunk létszámilag, jó páron nem tudnak járni edzésre munka miatt. Amit én meghatároztam, az azt mondtam, hogy hát a 4.-8. hely környékén. Most igen, tehát mindig álmodik az ember, én mindig azt mondom, hogy minél előbbre, majd meglátjuk, mit hoz a jövő, úgyhogy csináljuk tovább, aztán reméljük, hogy odaérünk. Hétfőn este eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Az eső, zápor késő éjszakára mindenütt megszűnik. Az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6-11 fok között alakul. Kedden napközben felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Csapadék nem várható, az északi északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!